Sziasztok! Most meg szeretném mutatni, hogy hogyan hengerezzétek le magatokat. Alulról kezdjétek, próbáljátok meg a lábatok minden részén átvinni a hengert, és egy helybe csináljátok lehetőleg. Mikor a sípcsontotokat hengerezitek, próbáljátok meg úgy, hogy ez lehet duplán, és a térdetek menjen be a két kezetek közé. Húzzátok be addig. Combnál már a külsőt, a belsőt, a combod első részét mondom így. Fogjátok meg itt a lábatokat, és föl le. Jaj. És a lábatok hátul ne tegyétek le. Combod első részére pedig rá kell feküdni a hengerre, a másik lábatokat megtegyétek ki oldalra, magad mellé. Én a falizom, amelyik részt hengerezel, azt a lábat tett keresztbe, hogy jobban ki tudj fordulni. Felső testetek hengerzésének próbáltuk meg körülbelül eddig a vonalig hengerezni, annál lejjebb ne nagyon menjen. Vigyétek magatok alá egy párnát, vagy egy olyan tárgyat, amivel meg tudjátok támasztani a fejeteket. Helyezzétek a henger, tegyétek le a fejeteket, fogjátok meg ellentétes kézzel az ellentétes könyököteket, vigyétek át, és próbáljátok meg lenyomni a könyveket. Kerekedeket ne emeljétek föl. És a másiknál, amikor így ezt csináljátok, akkor viszont a lábatokat így felhúzhatjátok. Ne legyen magatok alatt semmi. Tartsd meg a levegőbe a fejet, ugyanígy vitrátra, és ugyanígy csak ott felül engem. Gyere!